Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai online sajtótájékoztatónkon. Emberek, nézzünk már körbe ebben az országban. Nézzünk már körbe, és lássuk meg, hogy fél év alatt hová jutatott minket a Fidesz. Hidegek az iskolák és a munkahelyek. Egymás után zárnak be a közintézmények. A kisvállalkozások csődbe mennek. A villanyért meg a gázért százezreket kell fizetni. A boltokban áruhiány van, a benzinkutakon üzemanyaghiány van, az önkormányzatok pedig már azon gondolkodnak, hogy egyes helyeken éjszakára lekapcsolják a közvilágítást. Emlékeznek még arra, amikor Romániában hasonló állapotok voltak? Hát Orbán Viktor és a Fidesz most pont oda viszi ezt az országot. Ez tipikus Fideszes csődkormányzás. És közben úgy tesznek, mintha semmi közük nem lenne ehhez az egészhez. A Fideszes csődkormány össze-vissza hazudozik. Először háborús inflációról beszéltek, aztán kitalálták a szankciós inflációt, miközben a drágaság már tavaly óta tombol. Magyarázkodnak, hazudoznak, és közben teljesen alkalmatlanok az ország vezetésére. Az adókat persze mindenkitől beszedik. A Fidesz kormány 27%-os adót szerbe az élelmiszerek után és a brutális rezsiszámlák után. Orbánék Európa legmagasabb áfájával nyerészkednek a drágaságon de cserébe szinte már semmit nem adnak. Ha valaki bajba kerül, a Fideszes csődkormány azt mondja, segítsen a család vagy az önkormányzat. Ha valaki kórházba kerül, a Fideszes csődkormány azt mondja, ápolják őt a családtagok. Barátaim, ez tragédia. Pedig volna megoldás. Az MSZP az igazi baloldal pártjaként kezdeményezte, hogy legyen valódi árcsökkentés a boltokban és a számlákon. Kezdeményeztük, hogy az alapvető élelmiszerek adója csökkenjen 0 százalékra. A Fidesz kormány ne nyerészkedjen extra adóval az ennivalón. És a rezsistop keretében kezdeményeztük azt is, hogy a 12 forintos paksi áramot adják annyiért, amennyibe az kerül. A lakossági rezsi adója pedig csökkenjen 5 százalékra. Csak ez az adócsökkentés egy családnak akár 100 ezer forint megtakarítás is jelenthet a fűtési szezonban. Kedves barátaim, nem kell beletörődnünk a Fideszes csődkormányzásba. Nem kell beletörődnünk a hideg iskolákba, munkahelyekbe és az áruhiányba. Az MSZP adócsökkentési javaslatai akár már holnap csökkenthetik az árakat. Mi minden eszközzel önökért küzdünk. Kérem, álljanak mellénk, kényszerítsük ki együtt az olcsóbb élelmiszereket és az olcsóbb rezsit. Csődkormányzás helyett adócsökkentést. Köszönöm, hogy meghallgattak.